Görögország szép. Szép. Ami sok, az sok. A szép szóból nem ért az ilyen. Nem veszi észre magát. Hát akkor tanulja a rendet. A rendet kell lennie. Tényleg meg mind ott, ahol vannak. Figyeljék! Elmegyünk a rendőrségre és feljelentést tesszük. Nem. Nem megy sehova, nem. Nem megy rendőrség, engem itt nem szeret rendőrség. De hát legálisan vagy itt, nem lehet belőle baj. Vissza. Megkeres Paul. Maradj! Maradj. Mit mondtak, hogy miért csinálják ezt veled? Meg is mondtam Elizabethnek, semmi szükség itt ezekre a diggókra, nem kellene ezek ide. Nem mi van? Elveszik a munkát, a pénz, meg még a nőket is, nem? Na, ezeknek minden kell. Tudjátok, hogy miért vertek? Rasszista. De hogy rasszista? Bocsát, ez meg... Már elvettem a barátaim feladnak, hogy rasszisták, menjünk sorba, mert de tényleg nem értem. Az a bajuk, hogy ki görög vagy? Nem, azt mondja, hogy azt mondod, hogy nem az a baj, hanem hogy elveszem a munkát, meg a nőket? Igen. Akkor menjünk már, menjünk sorba, hogy én nem vettem el senkinek a munkáját, miattam nem tudtak ki senki. Attól félnek, hogy miattam ki lesznek túl. Mindig a területet. Ja, ezt kell érted, hogy védeni kell a területeket is. És... De kinek a nőjét vettem el, vagy mire félk? Megerőszakoltad a vízvezetőt. Mi gondolj meg, nincsen semmi. Mit csináltam? Megerőszakoltam valakit? A vízvezeték szerelőnek a barátnak. A Gundát? Igen. Ezt ti is így hallottátok, hogy megerőszakoltam? Igen. Elkezdődött, ezt lekéstük. Hol voltál? Mi miért késtél? Minek mondjam, úgyse hiszel nekem. Hol voltam? Mi miért késtél? Jöttem ide, találkoztam a göröggel. És? Hát és! Nézett! Én meg köszöntem neki, mert az illetőség úgy kívánja, erre elvicsinált. Elkapott oda nyomott a falhoz, alig bírtam elmenekülni. Mi van? Mondom, oda nyomott a falhoz, te nem érted? Azt mondom, kikérem magamnak, hogy én bármit is megerőszakoltam. Ellőttem magamtól, ennyit tudott, én most hisztek nekem? Vagy most nekem bíznek? És meg igen, pont ezen gondolkodtam, hogy mondtad, hogy ezek rasszisták. Tudtad, hogy ahonnél jött, ott senki sem dolgozik? De most kiről beszélsz? Kiről? A görögről. Írta az újság. Görögország teli van minden élővel. Most komoly? Hallod? A görögben mindenki ingyen élő. Ott élősködnek az ország testi. Élősködők nagyon veszélyesek. Ide is betették a lábukat. Ezeket ki kéne tiltani. Még jól is érzi magát. Nem sok elég. Figyelj.
egyszerűen leváltunk neki. Akkor aztán nézhetek nekem. Te! Ez büdös, mint a disznó. A Bruno mondta, hogy nem is fürdik. Ahonnét jött, ott sem mosakszik senki. Nem, azért, mert féltékeny, mert hogy a bunda meg rám az ült a Jónira, és akkor... Jó. Értem, tehát egy csomó szerint abszolút mindent meghallottam, amit mondtatok. Még azt hiszem, hogy föl is fogtam, amit mondtatok. Nem mondom, hogy teljesen tiszta a kép, hogy most akkor miért van benne, egy kicsit ellenmondásosnak tűnik a dolog. Most egy picit, azért, hogy talán egy kicsit tisztul a kép, visszaadjuk nektek egy kicsit a három pasast, akik a nevésben benne voltak. Most a Melinda által játszott női szereplőket kiveszünk a következő szakaszból, csak azért, hogy utána újra találkoztassatok velük. Tehát azt javasoljuk konkrétan, hogy egy kicsit még legyen lehetőségetek foglalkozni a három férfival, a Brunóval, a Paulával és az Erikkel, és a következő formát tudjuk ajánlani hozzá, hogy szétállunk három csoportra, az, hogy kikivel van, ezt rátok bízunk, nagyjából egyenlő létszámú legyen. 9 fő, tehát 27-en vagy, akkor minden csoportban 9-en, jó? És akkor a széket majd hoznatok el, azt mondom, ezek nincsenek. Egy csoport, aki a Paulal akar dolgozni, ők itt lesznek ezen a részen, és aki a Brunóval az oda hátra jöjjön, és aki az Erikkel az is szintén oda hátra jöjjön, jó? Ez? Erre gondolsz? Igen, mert lehet, hogy ez meg pont ezt érjük. Figyeljetek, nagyon érdekelne, hogy itt mi jár a fejében, és ebben segítséget szeretnénk kérni. Mindjárt mondhatod, mert ugye az lenne a segítség lényege, hogy az a kérésem, hogy most eljátszottam, ahogy mondták, hogy ledobtam, és azt mondtad, hogy szemezik vele. Nyilvánvalóan egy csomót gondolkodik rajta, nézi. Az a kérésem, hogy egyes szám első személyben, mint hogyha mindannyian Bruno lennénk most. Mondjátok ki azokat a gondolatokat, amik szerintetek ebben a helyzetben ennek a férfinak az agyában járnak. Ami dübörög benne, amit nem tud elnyomni. Érthető a kérésem? Én csinálok egy szobrot magamból, nézem ezt a bőrkabátot. Akinek ötlete van, nem kell sorba menni, bármelyikötök mondhatja. Én is lehet, hogy fogok mondani, lehet, hogy visszaismétlek, de bárhol nyugodtan lehet mondani, hogy szerintetek mi dübörög benne? Mi van az agyában? Lehetünk? Tessék. Vajon miért történt ez az egész? Miért kellett megindulni? Tényleg megerőszakolták azt a lányt, vagy csak hazudik? Csináltál valamit, hogy csinálva vagy? Úristen, mit csináltam? Járult ezt csinálni. Biztos jó döntés volt ez a verés. Ez egy akkora nagy hülyeség volt. Vajon mi lesz holnap, ha meglátjuk? Szóval, ha láttad. Ez nem is jó mondani. Hát ő magáncsodálkozik, hogy mit tehet. Hogy én, hogy tehettem ilyet? Erre igen, gondolom. Nem is gondolva. Hát most mutassátok már meg, ezt nem tudom. Hát de nem oké, de hogy ne azt mondjuk, hogy mi van a fejem, azt mondjuk, hogy... De nem gondolod, hogy hát miért? Csodálkozik. De ha nagyon, nagyon elcsodálkozom, az idén. A kétségbe esett fej, a flagmondorral, hát tudod, ez már túl szóval a terem. Ledobja. Vagy leül, igen, és akkor elkezdi nézni, megnyírja. És hát én mit gondoltam? És akkor utána kezd gondolkodni. Én ezt abszolút értem, és szerintem ez egy nagyon jó irány, de annak fényében, ahogyan a kabátról az elején beszéltünk, hogyha eldobja, akkor az mit jelent ebben a helyzetben? Hát összeesett. Igen, az elején megtört. Amúgy olyan volt. Hogy megtört, hogy összeesett, hogy feladja ezt az egészet. Vonulsz vissza a kis csigaházba, amikor lenyújta a csajodat?
Én ne arra, ugye, csak a szememnek hiszek mától. A szemeddel láttad, hogy ott voltak a templomban. De ott nem csináltak semmit. Jó, csak együtt mennek a templomba, de érdekes. Bruno, nyisd már ki a szemed. Ne haragudj már ide, én többet vagy... Igen. Jó, csak ugyanúgy néztek ki majd. Ja, köszönöm. Nem a súlyos először, jó? Ne haragudj, de én nem fogok még egyszer verekedni. Ez nem én vagyok, ti befolyásolni. Hát ez nem te vagy, igen, mert te úgy lehet, hogy egy ilyen kis gyávok is. Nem eszed gyávának, de nem lehet mindent megoldani erőszakkal. És jaj, nem állt, jaj, de sajnálok. Hát ne legyen is, basszus, hát lenyúlja a csajodat. Nem nyúl esetleg. Védd már meg magad, Bruno. Oké, eddig is kilógtál a bandából. De azért ezt te is érzed. Én? Hát ja. Mert okosabb vagyok. Oké, te tudod. De hogyha most nem állsz ki magadért. Akkor mi lesz? Hát ha most elviszi a barátnőmet, később is el tudja. Hiába velem szól rá háromszor. Ja, hogy neked mindegy. Nem mindegy. Ennyire jóban vagytok? Összemelegetheted? Így van. Oké, akkor volt, akkor nem szólod vele. Akkor... Ahogy akarod. Szia, Erik! Bocs, hogy késtem, drágám. Figyelj, elintéztem mindent. Jó. Mehetünk együtt Münchenbe. Szereztem albéletet. Mi van? Nem tudom. Hogy nincs ideje, teljesen össze vagyok már zavarodva. Nem tudom, hogy mit akarnak. Jó, figyelj ide, Erik. Akkor segítek neked dönteni, jó? Szeretsz engem? Nézzél rám. Szeretsz? Igen? Akkor mi olyan marha nehéz? Neked nem rossz az, hogy így a csajodat molesztálják az utcán? És azt ki látta, hogy téged molesztáltak? Te nem hiszed el nekem? Én vagyok a barátod, és ne hiszel nekem? Ne kiabáljál velem. Figyelj ide, Erik! Tehát valahogy most már bizonyítsd be, hogy fontos vagyok neked. Én most hívtam föl valakit Münchenbe, hogy szerezzünk albérleted, hogy együtt tudjunk élni. Akkor most már te is csináljál valamit azért, hogy higgyek neked. De Gunda, most mi történt azzal, hogy megvettük? Látod, nem történt semmi? Azért kéne még egyszer megvenni, mert rettegek az utcán, és rettegek itt élni, és így nem lehet nyugodtan élni, és felborított minden. És hogyha szeretsz, akkor bebizonyítod. Most hányszor kell még megverni? Hát addig, amíg el nem takarodik innen. De mondjuk, hogyha nem megyen, akkor meg holnap után is megyen. Jó, elég szerintem a megnézőt, mert nagyon utána van, amikor ilyen tutyi-mutyi vagy ilyen, és bizonytalan meg, mint hogy szedd össze magad, és akkor légy szíves, lépj. Jó, akkor mondd meg, hogy mit csinálja. Figyelj! Jó, elmondom. A Bruno megmondja, hogy mikor végez a gyárban. Figyelj, amúgy is ez van, mindig te mondod meg, hogy mit csinál. De akkor meg hallgassál ennek, hogyha magadtól nem tudsz dönteni, akkor meg hadd segítsek. Hát de most azon, most mi fog megváltozni? De Gunda, azt hiszed, hogy ennyivel el lehet nézni az egészet. Na, nem tudom. Aha. Most megváltok. Jó, neked könnyű, nem te vetted meg. Nem rajtad van a feszültség. Figyelj, Erik, akkor ma tényleg most akarsz te velem élni? Szeretsz engem annyira, hogy fontos vagyok neked? Nézzél el? Igen vagy nem? Igen vagy nem? Igen. Igen. Akkor meg mind gondolkozol ennyi? Jó. Ha akarsz velem jönni Münchenbe, akkor légy, hol a bőrszekód? Te hülye vagy? Otthon vagy, csak így... Tök jól nézel ki, nekem abban nagyon tetszel. Erik. Olyan jó, hogy föl tudok rád nézni. Tényleg. Nekem ez nagyon bejött, hogy ilyen bátor voltál. És akkor most visszamész ilyen nyusziba. Ne csináld már ezt. Annyira fel tudok rád nézni. És fontos legyen. Jó. Igazán? Jó. Figyelj, nem olyan nehéz ez meg, mint először. Bruno megmondja, hogy mikor végez a gyárba. Utána rá húzunk innen, és újra kezdtünk. Na, ez az Erik. Tudtam, hogy milyen bárhol. Szia, Paul. Igen. Fognak helyet. Sört? Nincs.
szétverték a telefonoszt. Mi? Hát, de volt rá okunk. Milyen okunk volt rá? Hát az, hogy odakszorította a falhoz a csajt. Bundát. Igen. És az bundát. Hát igen, és oda mentünk neki segíteni. Nem hagyom cserben a barátaimat. Ja, persze, nem is gondoltam volna róla, hogy ilyen. Dolgozik, nem árt senkinek. Mundával kéne egy kicsit elbeszélgetnetek, mert kavarja a szart. Hát, nem biztos. Figyelj, itt ebben a városban mindenki tudja, hogy ti vertétek meg. Úgyhogy de van rá okom. Jó, akkor én meg majd elmegyek a rendőrségben, hogy van rá okom. Menjél. Hárman vagyunk egyszerűen, nekünk fognak hinni. Ja, ez bátor dolog volt egyébként tőletek. Azt hittem, hogy vagy annyira bátor, hogy nem is elintézel, de úgy látszik, nem, hármat kellettetek csak. Egyedül nem merti volt, hogy aztán a szájra. Hagyjátok őt végén, mert szeretem. Senkem nem szeret. Mert őt szeretem. Mivel jobb, mint én? Hát ebben nem ennyi. Akkor végén hagyom. És egyébként már teljesen ki vagyok, mert amióta itt van ez a görög csávó, azóta teljesen felbökült az életünk. Az elég különösen elmondan össze, mindegy, el nem tudom. Takarodjon most már haza, nem? Hát, Fanny, mondjátok, hogy nyomta a falra. Három szemben. Megérdezed a részben, ezt lekaptad. Ezt lekaptad, és már volt? De én is akkor arra ne legyek dühös, hogy a csajomat lesz már olyan valaki. De azért fontos. Egyébként tök mindegy, engem nem érdekel, hogy izé igaz vagy nem igaz. Azt se tudom, mi az Istennek jött ide. Menjél az a borás. Hát akkor mi vagy benne az egész? Figyelj, van olyan, hogy így, körülbelül így állok így a mondával, és hogy dumálunk, és nem tudom eldönteni, hogy igaz vagy mit van. De várjál, de nem, hogyha azt mondod, hogy az én barátom nem mondott igazat, akkor te ezzel azt mondod, hogy a barátom hazudott neked. A túlzás nem hazugság? Hát, az csak részben hazugság. Jaj, oké. Akkor most ezek szerint mégis érdemelte meg ezt a verést? Hát lehet, hogy éppen nem érdemeltem. Jó, de oké, akkor csak... Lehet, hogy másnak kellett volna elbírálnia. Hát, hogy meg kellett volna beszélni, meg kellett volna beszélni. De mit kellett volna megbeszélnem vele? Mit kellett volna megbeszélni? Oda kellett volna mennem, hogy figyelj meg, örök fajtás. Tényleg itt te bántod a nőket? Ezt kellett volna csinálnom? Igen, hogy most igazak ennek a tények, hogy te bántod a nőket. Tehát ezért játsszak kalambósat, és akkor utána... Lehet, hogy ezért. Biztos, hogy így történt? Mi? Hát, hogy biztos megerőszak vagy? Mert szerinted? Hát, a nagy mesélő. Annyira rohangált utána. De miért mondanám? Most komolyan. Ilyet miért találnak? Állnom és néznem? Miért, hogyha mondjuk a reventet letemadja egy csaj, akkor fogod és megbeszéled vele, szerintem nem fogod és kérdezik. Erről van szó, néha csináljuk. De várjál, de te nem láttad, hogy felpofozták. És akkor mi van, leszarom, hogy mi történt, nem érdekel, menjen haza, nem kell idejönni. Nem kell. De nem érdekel, nem kell idejönni. De nem érdekel, nem kell idejönni. És mindenkinek azt mondani, hogy nem. Ne. Mi azt mondom, én vagyok a főnök? Miért? Akkor ki a főnök ebben a négyesben? Kicsoda? Budi Pucoló? Igen. Ne. Én találtam ki a bőrkabátot, én mondtam, hogy legyen bunyó. Ha odaszóltam, elhallottak. Akkor ki a főnök? Meg lehet beszélni, csak én nem vagyok rá kíváncsi, én csak annyit akarok, hogy hagyjuk egymás békén, de nem hagyott minket békén. Már nem lehet megbeszélni, hanem elulatlanak ugye az indulatok, és akkor ugye azt az érni, hogy...
És azt a keveset is el fogja venni. Alig van valami, igen, lehet, hogy úgy látod, hogy alig van valami, de azt a keveset is el fogja venni. Nem az azért jött ide Görögországba, vagy honnan, hogy most neked megrontja. Miért ez olyan abszurdum, hogy ki fog tudni a munkahelyről, el fogja venni itt a csapat. Mindent fölvon. Mi az, hogy kinek kell? Dolgozni akar-e, nem? Nem azért jött ide, hogy dolgozzak? Nem, nem biztos, hogy hát ide jött, akkor nyilván itt akar dolgozni. De lehet, hát ez egy csak itt talált olyan helyet. Hát de nem is tudja, hogy te kik vagy. Miért akarná nektek szart? Mert mind... Ja. Meghoztad a szerencsémet. Veszek egy új autót, felveszek még néhány embert. Érti? Nagy üzem? Hát, néhány ember még nem nagy üzem, csak egy picivel több haszon. Januárban már küldik is a kollégádat, egy törököt. Török? Igen, egy törököt, Törökországból. Honnan? A Ciprusról mit tudom én? De, török az nem jó. Török rossz ember, nem jól dolgoz. Én nem válogatom. Török büdös, nem mosakszik. Jorgos, török együtt nem dolgoz. Nem dolgoz. Nem tört beléd. Török. Azt hiszed, hogy máshol nem lesznek törökök.